amikor az imént találkozott 400-es negociálisnak kutkolombettel, azért ezt akár segítség biztosáról, milyen eredményen zárult a negociális? Azt kell, hogy mondjam, hogy a főbiztos úr diplomatikusan válaszol a kérdésekre, sőt, szerintem néhány kérdésben túl diplomatikus is, és túl diplomatát játszik. Ennek ellenére elmondott néhány nagyon fontos dolgot. Ezt elmondta a közös találkozón is, és most is, hogy meg kell találni az egyensúlyt a többség és a kisebbség érdeke közt. Ez volt talán az egyik dolog, a másik, hogy az úgynevezett végrehajtó rendelkezés, amit kijavítottam, hogy ezek csak belső rendelkezések, mert sajnos nem végrehajtó rendelkezés, hogy ezekben a rendelkezésekben el kell távolítani a törvénynek azon részeit, amelyek többféle módon értelmezhetők, tehát az értelmezés egyértelművé tenni. Én figyelmeztettem arra is, hogy amennyiben a törvényben például benne van, hogy a tűzoltók, rendőrök, stb. Szolgálati nyelve az a szlovák államnyelv, akkor ezt nem lehet felülírni, mert a törvény itt sajnos egyértelmű. Beszéltünk a büntetésekről, ő neki a véleménye az, hogy a büntetések maguk azok nem problémák, amennyiben a cél nem büntetni, hanem megoldani a meglévő problémákat. Ő úgy érzi, hogy a szlovákok és a magyarok közt azon a vidéken, ahol vegyesen laknak, egyértelmű, hogy a szlováknak is mindent értenie kell tudnia. Tehát ez azt jelenti, olyan feltételeket teremteni, hogy szlovákul is például hirdessenek a falu rádiókban, falu iradókban. Ugyanakkor azt mondta, hogy ezekben a rendelkezésekben nagyon fontos az is, hogy ott legyen az is, hogy milyen vétségér, milyen büntetés, és elsősorban a megelőzés legyen a cél, nem pedig a büntetés. Ez kapcsolódó, hogy a parlament az imént elutasította azt a törvény módosítást, hogy alacskacsomagot, amelyet a hit párt képviselői nyújtottak be a parlamentbe éppen a nyelvtörvénnyel kapcsolatban. Hogy képzeli ezt a történeteket? Hát én elmondtam azt, hogy többek között például ezzel a törvénnyel el lehetett volna távolítani a törvénynek azon paragrafusait, amelyeket például egy belső rendelkezéssel nem lehet megváltoztatni, de sajnos nem volt rá politikai akarat. Ennek ellenére bizakodó, és úgy érzi, hogy úgy a szlovák kormány megígérte, és többek között a kultuszminisztérium is, a törvény nem lesz káros a kisebbségek nyelvhasználatára. Beszéltünk természetesen arról is, hogy az ő véleménye a kisebbségi nyelvhasználati törvényt azt most át kellene nézni, és lehet, hogy módosítani. Én figyelmeztettem, hogy akkor, amikor a szlovák nemzeti párt a kormányban ül, akkor valószínű jobb volna nem hozzá nyúlni. Készíteni lehet egy módosítást, csak azt, ha beterjesztik a parlamentbe, hát abba köszönet nem lesz. Köszönöm szépen.